tekintsék meg mai adásunk tartalmát. Március 4-én pénteken Nagy Tamás tartott előadást az Okoméhészető Opuszoszeren a Vac Korkuckóban. A most következőkben az eseményen készült felvételünk második részét tekinthetik meg. A méz az mindig is egy olyan kincs volt az ember számára, amit már nagyon régóta foglalkoztatta az ember. Akár már nyilván visszamehetünk egész az őskorban, de az ókori Egyiptomban is már nagy jelentősége volt ennek. Olyannyira, hogy például mézet nem is árultak, hanem csak ajándékot mindentet abba körülne. Még abban az időszakban. Hát én azt vallom, hogy mézet ne pótolja az ember cukort. Nem hallva való. Bocsánat, cukrot ne pótolja mézzel. Mert igazából tehát, nem lesz sokkal egészségesebben. Nem azért, mert a méz nem annyira egészséges, mint a... vagy a méz sem egészségesebb, mint a cukornál, mert nagyon is egészségesebb, csak azért itt is a mértéket kell alapul venni. Tehát, hogyha valaki nem azt mondja, hogy jó, akkor leszokok a cukorról, de akkor helyette ugyanannyi mézet eszik, akkor nem értelem semmit. Tehát, hogyha nem azt mondja, hogy akkor én visszafogom egyáltalán a cukorfogyasztásomat, de a mézfogyasztásomat is, és akkor az a méz, amit eszek, azt viszont úgy eszem, hogy az hasznomra, épülésemre válik, akkor nem biztos, hogy jót tett magának. Tehát ugye ezt a mai divatos önellátó gazdaságokban szokták hangoztatni, hogy na majd akkor én pótolom a cukrot mézzel, mert a mézet azt úgyis elő tudom állítani, és akkor megvan oldva minden, nem függök az ipari cukortól. Hát az igaz, hogy nem függ az ipari cukortól, viszont egyrészt természetes módon annyi mézet előállítani sem olyan egyszerű, másrészt meg nem biztos, hogy sokkal erősebb van. Na de ez csak az én véleményem, és akkor térjünk is vissza a méhekhez. De jó az, jó. Ja, nem itt van. Ja. Igen, még azt szeretném mondani, hogy ha bármi kérdésetek van, azt elfelejtettem mondani az elején, de nyugodtan kérdezzetek közben, mert lehet, hogy nem lesz minden világos. Meg hát sokkal jobb lenne ezt élőben megmutatni, hát most még nem az időszak van, de hogyha a csapat érdeklődik ilyen iránt, akkor szervezhetünk egy ehhez hasonló foglalkozást, ez is éppen nálunk van, ahol szívesen megmutattam, hogy nálam ezek a gyakorlatban, az életben, hogy működnek ezek a különböző méltások. Ott tartottunk, hogy akkor egy pár méllakás típust szeretnénk bemutatni. Ugye mindegyik olyan, hogy nem kell hozzá keret és nem kell hozzá műlép, tehát igazából csak egy kis asztaltudás kell, bárki otthon is összerakhatja, éppen ezért idézőjelben mezitlábas méhészeknek is szokták nevezni ezeket a méhészeket, mert nem kell beruházni úgy nagy pörgetőre, keretekre, műlépeket venni, stb., hanem összeraknak otthon egy-egy ilyen kaptártípust, és betelepítik egy műrajjal, és onnantól kezdve már csak egy kicsit figyelniük kell a méhecskékre, de egyébként a méhecskékre végzik a dolgokat. És akkor nem, most bocsánat, nagyon sok ilyen ipari méhész van, akik jelölik a saját adáikat, tehát megfőzik a nyakat. Bármelyiket megfoghatja, bárki szabadnak, hogyha talál egy rajt. Nézd, ez úgy megy, hogy a méhész meglátja, hogy rajzottak a méhei, akkor megpróbálja befogni. Most ott kezdődik az egész, hogy a mostani konvencionális méhészetben a méhész minden eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy szaporodjanak a méhek. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem akar rajt látni, mert minden raj, ugye, hogyha kirajzik egy méhcsalád, akkor az neki hatalmas veszteség, mert addig se hord, utána, amíg kifejlődik az új anya, és elkezd petézni, mire az új család beáll, az lehet több hét is, és neki kiesés. Tehát ő azt mondja, hogy nem engedheti meg magának, hogy több hét kiessen, és addig se gyűjtsenek a méhek, mert neki ugye a profit a lényeg.
Mi a természetes méhészetben egészen másképp gondolkodunk, tehát mi egyrészt például hagyjuk szaporodni a méheket, hogyha lehet, akkor természetes módon, az pedig ugye a rajzás. Ha nem természetes módon, akkor megvárjuk, hogy legalább anyabölcsöt húzzon, és szaporodni akarjon, és akkor esetleg megosztással lehet, de akkor is a saját maga fogja kinevelni, a saját újonját. Tehát természetes befázásra fog az újonja bepárosodni, tehát ez is egy természetes folyamat. De a legideálisabb az, hogyha hagyjuk rajzolni a méheket, mert nekik ez a természetes szaporodás. Akkor már összefoglalhatjuk, hogy mi is az, amiben mondjuk a természetes méhészet különbözik ettől a konvencionálistól. Tehát az egyik az, hogy ugye a konvencionális megpróbálja mindenáron megakadályozni a rajzást, ez pedig úgy teszi, hogy mikor április végétől beindul a rajzási szezon, akkor neki néhány naponta, de legalább hetente az összes méh családját át kell nézni, akinek 100 van, annak 100-at, akinek 500 van, annak 500-at, mert ha nem nézi át, akkor nem fogja észrevenni, hogy hol lesz egy anyabölcső, amit ki kell törnie. Ugyanis hogy azt csinálja, hogy hetente az összes anyabölcsöt, amit ugye építenek a méhecskék, azt ő mind letöri az összes kaptárba, hogy ne tudjon kifejlődni új anya, és akkor nem megy ki a régi anya. Tehát ő mindenáron ezt meg akarja gátolni, most ez egész májusban, meg még júniusban is így kell, hogy menjen. Ezt kitörik, vagy trancsírozták? Mert állam trancsírozták. Hát lényegtelen, az eredmény ugyanaz lesz. Az, igen, hát az egyszerűbb, az csak szétnyomkodja, de ha kitöri, akkor is ugye elpusztul a túlélni. A lényege nem változtat, hogy most milyen módszerrel. Tehát ugye ez az egyik, hogy megakadályozzák a szaporodást. A másik, amiről már beszéltünk, hogy keretek közé szorítva műlépet használ, ahol meghatározza nem csak a lépnek az irányát, hanem a sejtméretet is. Akkor a harmadik az, hogy gyakorlatilag manapság akár közvetlenül, de inkább mondjuk úgy, hogy közvetetten cukorból méz készítés folyik. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy azt a cukrot feletetik a méhekkel, és aztán ők abból mézet csinálnak, és azt tesszük mi viszont, hanem azt jelenti, hogy a méhészek egy jelentős része sajnos annyira kapzsi, hogy kipergeti szinte az összes mézet, ugye még júliusban is, amikor még tudnak gyűjteni, aztán mikor már bejön a nagy nyári asszály, már nincs több gyűjtés, akkor nincsen a méheknek mit enniük, és elkezdik cukorszirupba letetni. És egész nyár végén meg kora ősszel etetik cukorszirupba, és gyakorlatilag azon telelnek át. Na most lehet, hogy ez energiatartalmában tudja azt, mint egy méz, de az összetételében a vitamin tartalma, az ásványi anyag tartalma, az egész összetétele az teljesen más. Tehát én ezt mondjuk úgy szoktam összehasonlítani, mint mondjuk a mai fehér liszt, meg a teljes kiöldési liszt. Tehát az ember azt mondja, hogy mindegy, hogy a boltba veszem meg a kenyeret, ugyanúgy jól lakok vele, csak hát meg kell nézni, hogy az mit okozza az a kenyér. Na most nagyjából ezt okozhatja a cukoretetés a méheknél is. Tehát hiába maradnak életben, azért az immunrendszerük nem lesz olyan erős, különböző problémák fognak jelentkezni, és tehát én meg vagyok róla győződve, hogy hosszú távon nem jó, hogy a méheket cukorra letessük. Elképzelhető, hogy vannak kivételes esetek, amikor mondjuk meg szeretnék mindenáron menteni egy rajt, mondjuk az más kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e rá, de hogyha mondjuk egy kezdő méhész befog egy rajt, egy nagyon késői rajt, és nagyon megörül neki, és már szeretné mindenáron áttelentetni, és már nem tud annyi mézet gyűjteni, hogy elég, akkor nyilván rásegíthet egy kis cukorsziroppal, de ezek ilyen egyedi esetek. És én most hál' Istennek az utóbbi években már egyáltalán nem használok sem ennyi cukorsziroppot, sőt, inkább hagyom azt a mézcsaládot, amelyik nem képes önmaga összegyűjteni azt a mézkészletet, ami kell az áteleléshez, akkor annak ki kell szelektálni. Ugye a méhészeknél most nem ez van, nincsen szelekció gyakorlatilag. Megszűnt a természetes szelekció, minden méh családot mesterségesen földúsítanak és életben hagynak, és egyre gyengülnek a méh családok. Ennek ez lesz az eredménye. Hogyha hagyjuk, hogy a gyengébb méh családok mi rajok újjanak ki, akkor az erősebbek fognak életben. Úgyhogy ez még egy nagy különbség, ez a bizonyos cukoretetés. Aztán és akkor a gyógyszerek, ami egy külön falat lesz, akkor még előtte befejezem ezt, de akkor utána meg rátérünk majd a gyógyszerekre, meg a betegségekre, a parazitákra. Tehát visszatérve, ugye itt a méhek saját maguk építik ki a léprendszerüket, egyedül annyit szabályozunk, hogy az irányát nem ők döntik el. Tehát nem keresztbe fognak építeni, nem ferdén,
hanem párhuzamosan, hát mindenki párhuzamosan építenek, hanem a kiáratra merőlegesen, azért, hogy fölülről ki tudjuk bontani az egészet. Tehát ez ennyit meghatározom nekik, hogy az irányát nem ők döntik el. És maga a kaptár az milyen irányítottság? Hát a kaptárat azt legtöbbször úgy szokták rakni, hogy általában dél felé néz a bejárata, vagy esetleg dél-kelet, dél-nyugat, tehát hogy azért ne az északi szelet kapja, még nálunk az északnyugati szél uralkodó, mert ha hideg eső jön, akkor védben legyen. Tehát általában ilyen dél-kelet itt azt azért szoktam szeretni, mert akkor rögtön a fölkelő napot már látják, hogy úgy mondjam, és akkor gyorsan fölmelegszenek és elkezdenek hordani. De a dél is jó, a dél-nyugati pas sincs igazából van, tehát lehetőleg így szoktuk beállítani. Na most ebben a kasban egy kicsit lehet még látni a lépeknek a nyomát, hogy ezek így álltak. Ha megfigyeljük a bejáratot, itt van, és tehát legtöbbször ez megfigyelhető, hogy a mély családok nem pont merőlegesen és nem is pont párhuzamosan építik a bejárattal, hanem valamilyen feltesződve vagy így, vagy így. Ez a leggyakoribb nekik. Ezt így ilyen módszerrel nehéz elérni, de azt hiszem ennyi kompromisszum még belefér. Tehát ez egy olyan rendszer, ez a felső léces kaptár, ahol meghatározva a lépeknek az iránya, de az összes többi az mind maguk építik. És akkor mehetünk tovább. Van egy olyan előnye, hogy jól kezelhető, tehát ugyanúgy jól kezelhető, mint egy keletes kaptár, ugye az azért terjedt el a méhészeknél, nem csak azért, mert jó pörgethető, hanem mert jó kezelhető. Kiemeli, megnézi, van-e fiasítás, jó, akkor rendben, akkor biztos megvan az anya, tehát ilyeneket szoktak ellenőrizni a méhészek legtöbbször. Van-e pete, mert hogyha van pete, akkor tudják, hogy nem kell megkeresni a méhanyát, mert ugye több tízezer méh között elég nehéz megtalálni, nem mindig sikerül, egyébként a jó szemű méhésznek gyakran sikerül. De lényeg az, hogy nem kell ezt megkeresni, hanem látom, hogy van peté, akkor petézik a minden rendet. Tehát aki egy kicsit kíváncsi a méhekre, meg egy kicsit így szeretne belsőleg is a belső szerkezetükkel, a médény belső szerkezetével megismerni, annak ez egy jó kompromisszumos lehetőség lehet, mert itt viszonylag egyszerű kiemelni ezeket a lépeket, amit ugye körbe is adtam, az is így. Na és így néz ki egy lép, ahogy ott is láttátok, hogy ugye a fészek az általában itt középtájt van, és itt körbe húzódik a méhészek. Tehát itt fölül a legvastagabb, nyilván itt a két széle felé már vékonyodik, és akkor ez így húzódik végig a méhkaptáron, hogyha visszalépnél egy pillanatot, akkor gyakorlatilag általában itt középtájt van a fészek, és hogyha ezt egybe képzeljük el, akkor az általában egy ilyen gömb alakot formál. Vagy hogyha egy kicsit nyújtottabb a kaptár, mint ebben az esetben, akkor egy elnyújtott gömb alakot formál. Nyilván felosztva meg a lépekkel, és a széle felé aztán már ugye egyre kevesebb a fiasítás, és aztán egy idő után megszűnik, és már olyan lépek jönnek, ha megfelelő méretű a család, ahol már csak méz van. Na most, hogyha jó a hordás, egy májusi, júniusi, jó hordásos időszakban, akkor nem csinálunk gondot egy olyan méh családnak, amelyik mondjuk már egy tavalyi méh család, tehát nem egy az évi raj. Bőven van lépkészlete, hogyha nem a fészekből veszünk el, a fészket meghagyjuk úgy egészben, ahogy van, azt ők nagyon jól tudják, hogy hogy kell kezelni, és hogyha van a szélén elég, akkor annyit simán kibírnak, hogy néhány, egy, két, három, négy, öt, hat, attól függ mekkora a család, lépet el tudunk venni, ilyen mézes lépet, és akkor már van egy kis mézünk is. Azt viszonylag könnyen tudják pótolni, hogyha nagy a hordás, akkor intenzíven építenek. Aztán, ha bejönnek a nyári asszonyok, akkor megszűnik a hordás, és akkor már az építés is megszűnik. Tehát akkor már marad csak. Jó, akkor menjünk tovább. Na, tehát ez volt a felső léces, és akkor most jön egy következő, ez az úgynevezett Anasztázia kvas. Tehát aki ismeri az Anasztázia könyveket, annak ezt nem kell bemutatni. Ez az a bizonyos kas típus, hát azért nevezem kasnak, mert igazából nincsenek benne lécek, teljesen olyan, mint egy üreg.
csak ugye mesterségesen létrehozva, tehát ez egy négyszög alakú, 5 centi vastag pallokból épített láda, akkor egy ládáról van szó, jó vastag falu, hogy télen is jó szigeteljen, és ez alulról nyitott, tehát ez fölülről nem nyitható. Ez teljesen egy faudó tulajdonhoz, és hogyha tovább megyünk, akkor megnézhetjük, hogy belülről le vannak kerekítve a felső sarkok, tehát hogy egy kicsit, aki ügyesebb, az még az éleket is le tudja kerekíteni, és akkor ennél meg már majdnem egyszerűbb az, hogyha mondjuk egy 6 vagy 8 szögletűt farag ki, ahhoz már egy kicsit nagyobb asztalatúrás kell, mert egy ilyet bárki otthon össze tud szögelni magának, mondjuk egy 8 szögletűnél már nem mindenki, hogy fűrészeli az ember, de az aztán már még inkább közelít egy faodóhoz. Tehát aki nem tud szerezni faodót, az próbálja meg készíteni magának. Ez gyakorlatilag teljesen rábízza a méhekre az, hogy ők hogy rendezik ezt be, hol építenek, melyik sarokba kezdenek, milyen irányba állítják, mekkora lépeket építenek, ez teljesen az ő ösztöneikre van bízva, és ők ezt nagyon jól tudják. Na most ennek a mérete azért elég nagy, mert ez azt hiszem olyan 40 centi körüli, nagyjából kocka alakú. Tehát, vagy 50, 40x50-es, azt hiszem. 40x50-es, igen, akkor az ugye 20 liter szorozva, és 40 centi magas, tehát 80 liter, de ezt lehet még magasítani, tehát aki akar, az még mélyebbre csinálja. Én azért csináltam egy ilyen viszonylag nem túl magasat, hogy kipróbáljam, hogy lehet ebből aztán mézet nyerni. Na most egyszerű. Lehet, de csak, hát nem is csak be kell öltözni, hanem ugye alulról hozzáférve próbál az ember a széléről vágni. Van néhány kép, hogyha lesz idő, akkor levetítem majd, hogy innen, hogy vettünk ki mézet. Jó, menjünk tovább. És mondjuk egy ilyen betermesztetes módon is betelepülnek, ha még egy lehet olyannal is próbálkozni, akár egy ilyenbe is, vagy ha van egy természetes faodú, vagy egy bármilyen kaptártípus, ezekben az alternatív kaptártípusokban lehet úgy is próbálkozni. Azt szokták csinálni, hogy belülről mévijasszal kikenik minél nagyobb felületen, mert azt érzi azt az illatot a méhecske, és az egy kicsit vonza. Azért nem jó mézet belerakni, mert akkor a hangyák, darazsak is bemennek, viszont a mévijasz az nem vonza se a hangyákot, se a darazsakban. Igen, mert egy kis propolisz is jó, hogyha van benne. Ja, a propoliszról még nem esett szó, de az egy külön történet lehetne. Ugye a propolisz azt a méhek gyűjtik, az még pedig a fák rügyeiről. Nyárfáról, de nem csak nyárfáról, hanem a sárról. A fák rügyeiről egy ilyen mézgás anyag, amit ők összegyűjtenek, átalakítják saját maguk, és ezt fertőtlenítésre használják. Például, amikor beköltöznek, ahova kiépítik a léprendszert, azt a környéket teljesen bevonják ezzel a propolisszal. Meg az összes kis repedést, meg hézagot ezzel fogják beépíteni. Tehát ami nagy repedés, ilyen 1 centi körüli, vagy annál nagyobb, azt nem akarják, azt mévijasszal fogják beépíteni. Az összes kisebb repedés, azokat pedig propolisszal vonják be. És akkor ez fertőtlenít is. Tehát ez egy egészséges kaptárkörnyezetet hoz létre. Ezzel is a méh családnak az immunrendszerét erősít ki. Ugye manapság össze-vissza rakosgatják a kereteket a méhészek egyik családtól a másikig, nem is gondolnak bele, hogy mit bontanak ott meg. Nem csak az, hogy a fiasítást megbontják, hanem lehet, hogy éppen betegséget visznek át, vagy éppen megbontják a propolisz rendszerét az egész méh családnak. Ugye itt nincs ilyen, mert itt semmit nem tudok kivenni. Na most, amikor betelepítek egy méh családot, ebbe elég nehéz olyan módon betelepíteni, ahogy mutattam, mert ugye ez oszlopok van áll, ahogy láttátok, és csak alulról lehet hozzáférni, nem tudom beleönteni, mert ugye fölülről nem lehet hozzáférni, és akkor van egy másik ilyen érdekes módszer, a betelepítési módszer, ezt úgy hívják, hogy zsongatás, és akkor azt lehet csinálni, hogy a bejáró nyíláshoz egy hosszú pallót rak az ember, vagy hosszú deszkalapokat, szépen rárak egy mondjuk egy fehér lepedőt, vagy valami a ruhát, és úgy odailleszti, hogy oda vezesse a méheket a bejáróhoz, és erre a lepedőre, ha ráöntöm, akkor azok szépen elkezdenek
nem repülnek el, hanem elkezdenek földgyalogolni. És akkor mondjuk egy fél óra, óra alatt szépen bemászik mindegyik a bejárógyanáson, és akkor ott elhelyezkedik. Nagyon érdekes egyébként, mert olyankor is szelídek, és akkor lehet keresgélni az anyát, hogy hát, ha megtalálja az ember az anyát közöttük. Na, ezek is úgy lettek bezsongatva, és akkor egy pár hét alatt ki is építik ezt a néprendszert. Hát ez egy rajnak egy pár hetes munkájával épült. Itt már egy kicsit nagyobb, ez lehet, hogy már a következő évben van, ha jól emlékszem. Az abból is látszik, hogy hófehérek a lépek, tehát ez frissen bővítették. Akár így is ilyen irányba is, de hát magukat a lépeket is ugye egyre lejjebb, lefelé terjesztve is építik. Na, tehát ez az Anasztázia kas. Hát ennek a legjobb módja az, amit mondtam, hogy az ember szerez egy farönköt, akár le is fűrészelheti úgy, hogy alul nyitott legyen, egy nagy faudúja van, ami alulról bele tud nézni, úgyis fantasztikus látvány. De ha nem, akkor mondjuk ezzel a... Nyitva van? Hát nyáron úgy szoktuk, hogy nyáron több módszer van. A méhészek, vannak olyan méhészek, akik teljesen lezárják, de vannak olyanok, akik rácsot raknak nyáron. Annak megvan egy olyan előnye, hogy minden kaptár szemét, meg élős közöbben minden, az kihullik azon keresztül. De télen akkor is lezárjuk. Tehát alulról zárható, és alulról leemelhető. Nálam úgy van kialakítva, hogy az egész alja egyszerűen leemelhető. Négy riglivel van felrigizve, és akkor le tudom emelni az alját, és akkor szabadon lehet alulról nézegetni. Na és akkor tovább mennék a harmadik típusra, ez az úgynevezett rakodókas, vagy geddekas. Ezt egy magyar méhész fejlesztette tovább. Hát annak idején ezt már középkorban is használtak valami hasonlókat, vagy legalábbis az újkorban. De ennek a modern fűrészáros változatát egy magyar méhész találta ki, Csúlya László, hogyha valakit érdekel, az interneten egy csomó anyaga fönt van. És ennek az a lényege, ez is egy fatörzset imitál, de hogy kezelhető legyen, meg ebből viszonylag sok mézet is el lehet venni, hogy ez megvalósulhasson, ezért ilyen gyűrűkből áll az egész, és akkor hoztam is egy ilyen gyűrűt. Bemutassam. Na, tehát ilyen gyűrűből áll, és akkor ezt mindig, ahogy bővül a méhcsalád, mindig alárakunk újakat. Hát ugye halad fölfelé, alárakunk az újabb gyűrűt, ezt úgy szoktuk betelepíteni, hogy mondjuk nyilván van ennek egy teteje, azt nem hoztam el, meg egy alsó gyűrű, aminek kiáró nyílás van, meg be van zárva alulról, rácsal, vagy valamiben. És közte vannak ezek a gyűrűk, amiket elhoztam. Általában úgy szoktuk betelepíteni, hogy mondjuk két ilyen gyűrű van, meg az ajgyűrű, az elég is egy rajnak, mert egy raj az első évben általában egy gyűrűt, már maximum másfél gyűrűt szokott kiépíteni, annál többet nem is tud. Úgyhogy a következő évben viszont, amikor már elkezdenek bővülni és lefelé haladni, akkor lehet alárakni újabb gyűrűket, ahogy itt már képen is látszik, hogy 1, 2, 3, itt már 4 gyűrű van. Hát nem, hát ugye az első évben mondjuk nincs kiépítve még az egész, tehát mondjuk az első évben kiépíti a legfelsőt, a második évben mondjuk már kiépíti a másodikat, de mindig... Hát a fenékdeszkára is tud építeni, mert azon is vannak ilyen lécek, de mielőtt még kiépítette a másodikat, célszerű alárakni már a harmadikat, hogy ne kelljen minden héten figyelni, hogy jaj, most mikor fenyezik be, hanem az nem baj, hogyha ott van időben. Lényeg az, hogy ugye ezeket mindig lefelé bővítjük, és hogyha a család elért egy bizonyos méretet, meg jól fejlődik, akkor a fészek is, ami először itt fölül van, az aztán szépen terjeszkedik, illetve lefelé húzódik, és kialakul egy nagyon nagy mézkoszorú, annyira, hogy akár az egész felső gyűrűben már csak méz van, és olyan, hogyha elég erős a család, akkor egy ilyen egész gyűrűt is el lehet venni tőlük. Hát ebben már fér egy olyan 10-12 kg méz, tehát ez egy
annyit akkor már lehet venni. És a bejáratát, azt meg mindig rakják ott lejjebb? A bejárat az meg marad, az nem rak, az fix, ez az alsó gyűrűn van, tehát azt nem bántjuk, hanem gyakorlatilag az alsóra rakjuk mindig a közé. Igen, közé rakjuk tulajdonképpen, tehát mindig a többi alá, de az alsó az mindig marad, tehát közé rakjuk ezeket az újabbakat. Na most ezeknek, hogyha a bejárónyílásosat nem hoztam, de képzeljetek el ide mondjuk egy bejárónyílást, és akkor látjátok, hogy már ferdén vannak a lécek, tehát egy kicsit azt is megpróbálja utánozni, hogy általában nem merőleges vagy nem párhuzamos a bejárónyílással, hanem itt már ferdén futnak. Akkor van egy másik különbség, hogy itt a széle felé már nő a lépeknek a távolsága a középhez képest. Ez azért van, mert a széle felé már nem nagyon szoktak petézni, itt már inkább mézes lépek vannak, és itt már szeretnek ilyen hízlalt, úgynevezett hízlalt lépeket készíteni, ami egy kicsit vastagabb, mint az ott is látható fias lény. Tehát, hogy pont is elfér. Ez, nekem ez azért tetszik, mert ugye egy faudut utánoz, közben viszont mégis meg tudom bontani. Mondjuk kicsit nehezebben kezelhető, mint a legelőször bemutatott ez az úgynevezett felső léces kaptár. Ugyanis itt, hogyha az alsókhoz hozzá akarunk férni, akkor ugye le kell venni egy egész felső gyűrűt, ami már súlyra sem olyan egyszerű, de nyilván összeragasztják propolisszal, méviasszal, akkor azt ott el kell vágni a késsel a két gyűrű között. Tehát egy kicsit macerásabb a kezelése, de hát nem kell sokszor kezelni, az a lényeg, hogy az ember ne szedje, ne bontsa meg állandóan a méheket, azok jól el vannak így. Hát igazából mondjuk, hogyha tehát sokszor a méhész megpróbál ilyen természetes módon egyéb jelekből következtetni a méh család állapotát. Például télen már odahagyja a fülét, kicsit megkocogtatja, és akkor hallja az ember, hogy fölzsongarnak. Na, akkor jó vannak, akkor megvannak. Akkor tavasszal figyeli, ha kiáró méheket, hogy ugye hordanak el. Visznek a virágpor. Tehát ha nagy intenzív virágpor hordás van, akkor szinte biztos, hogy van fiasítás. Tehát ilyen jelekből. Akkor szagok, illatok, hogy beleszagol, és akkor megpróbálja. Tehát, hogyha valami gond, betegség van, akkor az gyakran szaglással is. Igen, hát van olyan betegség, ami kifejezetten büdös, például ez a nyúlos költésrothadás, de vannak olyan betegségek, vagy ilyen hasmenéses, ez úgy hívják, hogy nozéma, ilyen betegségek is vannak. Tehát ezek mindegyiket már akár szagról is lehet sejteni, hogy itt valami gond van, és akkor nyilván olyankor meg kell bontani. De hogyha nincs gond, akkor igazából ezt nem nagyon kell bontogatni, csak akkor, amikor az ember már kíváncsi, hogy mézet szeretne elvenni, nyilván akkor előtte megnézi, hogy mennyi méze van, hogy mennyit tud elvenni. Nem muszáj egy egész gyűrűt, én nem is tudom, talán egyszer vagy kétszer vettem el egy több gyűrűt, inkább mindig innen széléről egy-két lépet el szoktam venni, és akkor azt viszonylag tényleg fotolják, az is már néhány kibúton. Illetve hát a rajzásnál még meg lehet bontani, most attól függ, hogy akarom-e rajzolni, tehát hogyha hagyom rajzolni, akkor legfeljebb kíváncsiságból megmondom, hogy na, hogy áll az anyabölcső, van-e már anyabölcső, mert akkor nagyjából sejtem, hogy mikor fog rajzolni, és akkor be tudom lőni, hogy na most olyan május 15 és 20 között fog ez a család rajzolni, akkor kicsit jobban rájuk figyelek, akkor minden nap, akár kétszer is arra megyek, megnézem, hogy van-e valahol már itt raj. Tehát az egy kicsit segít abban, hogyha rajtra akarom fogni. De egyébként, ha nem nézek feléjük, általában akkor is észre lehet venni. Például én többször vettem már úgy észre a rajzást, hogy kim volt egy rajládám, és akkor látom, hogy ott zsongan a körülötte. Nem sokan, először csak 5-10, aztán már 20-15-20 méhecske. Na mondom, akkor itt már valami rajzás van, és akkor tényleg elmentem a kertvégébe, és akkor már kimbottad a hagy. Tehát ilyen jelenkor is lehet következtetni, hogy rajzás van, és akkor nem muszáj állandóan ott ülni, és akkor óránként megnézni, hogy na most már van-e raj, mert nincs is értelme. Tehát az ember csinálja a saját otthoni dolgait,
éppen ugye májusban rengeteg dolog van a kertben, akkor kertészkedünk, és akkor közben általában észre szoktuk venni, hogyha van rajzás, hogyha otthon vagyunk persze. Aztán előfordulja, hogy az ember belövi ezt a május 15-20, jaj, de hát akkor éppen nem vagyok otthon, és akkor na mondjuk, mit csináljon. Na akkor általában el szokott menni a rajz, akkor vesztett az ember egy rajt. Azt is ki lehet bírni, nem is tud minden rajt befogni az ember, meg szerintem a természetben is nem baj, hogyha marad néhány mély rajt, próbálkozzanak, csak hát, hogyha találnak valami jó és természetes odit. Másrészt viszont, ha mégis meg akarja tartani az ember, mert nagyon szaporítani akarja a méhecskéit, akkor meg lehet osztani olyankor. Tehát amikor már van saját anyabölcsője, akkor azt mondom, hogy megkeresem az anyát valamelyik gyűrűn, akkor egy olyan, mondjuk az anyát van egy lépen, akkor egy olyan gyűrűbe rakom, ahol egyetlen egy anyabölcsön nincs, és akkor azt nem tudom meg. És akkor azok úgy viselkednek onnantól kezdve, mint egy raj. Egyedül az építőztünk nem lesz annyira intenzív, nyilván nekik van is már egy csomó lépük, egy egész gyűrűt elvettem tőlük, de gyakorlatilag amúgy meg ugyanúgy kifejlődnek, mint egy raj. A meglévők meg ugye húztak már anyabölcsöt, az az új anya pedig, amit ki kell, elmegy a legközelebbi herepárosodó helyre, és néhány nap, néhány alkalommal párosodni fog, és aztán, ha nem kapja el egy új alak, ha nem történik vele valami baleset, akkor azért a természetes mélytartásnál ugye az eseteknek a 95%-ába visszajön az az anya, és elkezd az új anya is petézni. Na, tehát akkor visszatérve, ugye akkor kell még megbontani, és mondjuk én még nyár végén meg szoktam nézni egyszer, hogy áll a mély család. Főleg amelyiktől vettem el mézet, megnézem, hogy augusztusban van-e már elég méz, van-e még elég méze ahhoz, hogy ő leteleljen, mert ősszel ő már nem tud annyit hordani, hogy akkor maradjon is, hanem ősszel már általában csak a napi szükségletét fedezi, ha egyáltalán van. Egy ilyen jó méh családnál azt szokták mondani, hogy egy 8-10 kg méz kell, hogy maradjon, hogy az biztonsággal átteleljen. És mennyit tudsz elvenni belőle egy ilyen jó családtól? Hagyszak itt 8-10 kilót, és akkor mennyit veszel? Hát nekem a legtöbb, ami volt, az egy gyűrű volt, tehát az a 10-15 kg gyűrű, meg esetleg még egy-két lépet a szélén. Tehát ugye egy konvencionális méhész 30-40-50 kiló mézeket hűtek, vagy veszel egy családtól. Tehát itt ez szóba se jöhet. Tehát, hogyha már egy családtól 10-15 kiló mézet elvesz az ember egy évre, az már nagyon jó. De ez elég is. Elég is. De egyébként ez nem az átlag, ez inkább a felső alatt az egésznek. Van olyan év, hogyha mondjuk rossz az év, elfogy az apát, stb. Nem tudnak olyan jól gyűjteni, akkor inkább hagyom azt a családot, hogy maradjunk meg neki minden, erősödjön. Neki, hogy ne kelljen cukorra letetni. Na most előfordulja, hogy mégis túl az ember a célon, és kicsit többet vesz el, akkor sincs gond, mert akkor a saját mézüket szokta vissza. Tehát, hogyha azt látom augusztusban, hogy ezeknek nem lesz elég a mézük, akkor előveszem és a saját mézetet vissza. Persze erre a mézek azt mondják, hogy hülye vagyok, mikor megveszek 250 forintért kiló cukrot, vagy nem tudom mennyi, közben meg egy kiló méz, meg 1500, vagy ha bioméz, akkor még több, de hát most ezt nem lehet pénzben összehasonlítani, tehát itt nem arról van szó. Ugye ez nem a termelésről szól. Jó, szerintem tovább is. Na ez, amikor be van telepítve, akkor így néz ki, ugye leemeltem a tetejéről azt a nejront. A nejront igazából azért szoktam rárakni, elég lenne egy falap is, de hogyha a falapot simán rárakom, azt nem tudom, oda ragasztják. Ugye propolisszal is, meg mélybiasszal is, mert azt akkor nagyon nehéz lenne lefeszegetni, hogyha ellenőrizni akarom. Az igazán profi természetes méhészek már használnak ilyen igazi biaszos vásznak, tehát ami nem műanyag, hanem tényleg mélybiaszban mártott vászon, és akkor az teljesen mélybarát, ugye azzal lenne ideális. Még én odáig nem jutottam el, én sima nejlonnal lesz a takarni, és akkor arra megy rá a tetején az egésznek, ami ugye megvédi az esőt. De azt a nejlont azt viszonylag könnyen le tudom szedni, és akkor utána rá tudok nézni a mély családra, hogy állnak, rendben vannak, mi a helyzet.
tudok elvenni tőlük mézet, vagy akarok egyáltalán. Sokszor a mély család hangulatától is függ, hogy milyen. Azt szokták mondani, hogy a mély család nem bántja a gazdáját. Hát ebben egyébként valami van is benne. Ugyanis valahogy ráér az előbb-utóbb annak a mély családnak a gazdája, hogy hogyan viselkednek. Mindegyik mély család egy kicsit másképp viselkedik. És akkor én, amikor már látom, hogy valami nem tetszik neki, kicsit jobban zsongolnak, már akár meg is csíp egy-kettő, akkor nem erőltetem feltétlenül, hogyha nem muszáj, akkor inkább békén adnak. Akkor becsukom, aztán majd megnézzük pár nap múlva, hát akkor jobb kedvünk van. Legjobb akkor kibontani a méheket, amikor nagy hordás van. Ugyanis ha nagy hordás van, akkor szinte kint van az összes gyűjtő méhecske, azok az idősebb méhek, és bent maradó dalka méhek, a fiatal méhek azok még nem olyan agresszívek, tehát azt nem szokták látni az ember. És olyan nyugodtan ki lehet bontani, nézegetni nem szokott semmi gond lenni. Meg el vannak foglalva a nagy hordással, hogy folyamatosan hordják be a nektárt. Jó, na, tehát ez, amikor kiemelek egy lépet a széléről, ez így néz ki. Ugye amikor telehordanak egy adott lépszakaszt, akkor egy idő után, amikor már megérett a méz, akkor lefedik. Tehát ezek a sejtek már azért vannak lefedve, mert ott már kész van a méz. De amíg el nem készül, addig nem fedik le, mert ugye ahogy hordják a nektárt, nekik a nektárt azt át kell kicsit alakítani, hogy abból méz legyen. Nem csak azért, mert a gyomrukba szállítják, hanem be is kell sűríteni, hogy a víztartalma csökkenjen, hogy eltartható legyen. Tehát aki mondjuk túl korán pörget, olyan mézet, ami még nem érett meg, az akár meg is elérhet, hogyha túl nagy a vízszor. De a méhek ezt nagyon jól tudják, hogy mikor kell, és olyankor lefedik az egészet, és akkor az igazi méz. Ezekben, amik nincsenek lefedve, és ilyen színesek, ezekben meg már a méhkenyér érdemlődik, ugye abba borták a virágport, és abba érdemlődik a méhkenyér. Na most egy ilyen szélső lépett, hogyha elég nagy a család, van mondjuk még egy gyűrű, tehát már két gyűrű van legalább, akkor májusban két-két ilyen szélső lépett, amiben nincs fiasítás, azt nyugodtan elvehet az ember. Tehát azzal igazából nagy gondot nem csinál. Hát júliusban aztán már, akkor már meg kell gondolni, mert akkor már ugye nyári asszály után már nem szokott nagy fordás lenni, a nyári asszály alatt, akkor én már nem szoktam elvenni tőlük. Ugyanúgy az első éves rajtól sem szoktunk elvenni. Tehát az esetleg, hogyha nagyon korai, ilyen május első felébe és egy nagyon nagy rajat gyorsan kiépítette, akkor esetleg lehet, de én inkább hagyni szoktam az első éveseket. Nem baj az, hogyha marad nekik mézük, legfeljebb jövőre kipörgetem a tavasszal. Vagy jövőre veszem le tőlük, hogyha. Na és aztán így néz ki, amikor az ember egy egész gyűrűt fölemel, ugye látszanak a felső gyűrűn a lépek, és az itt folytatódik gyakorlatilag lefelé ugyanaz a lép. Annyi, hogy össze van építve itt-ott ilyen léphidakkal az alsóval, tehát azt bizony késsel olyankor át kell vágni, az egy kicsit macerás, meg előfordul, hogy egy-két méhecske áldozatul esik. Minden gyűrűben vannak lécek? Igen, minden gyűrűben van lécezve, ugyanis hogyha nem lenne, akkor olyan nagyra építené, hogy nem törne az egész, főleg akkor nem bírnak kiemelni. Tehát, mert ők ugye odaépítik oldalt is, meg egymáshoz is, meg mindenhova, de ahhoz, hogy te kiemeld, ahhoz oldalt is át kell vágni a léphidakat. Na most, hogyha ez nagyon magas, akkor és mindenütt át van vágva, akkor már nem tartja az oldalfal, és akkor nagyon könnyen letörhet. Tehát ezért nem célszerű sokkal magasabbat csinálni, csak abban az esetben nem akarok hozzájönni. Tehát az is egy megoldás, hogy csinálok egy ilyet, nem létszezem be csak a tetejét, vagy akár azt sem létszezem be, nem akarom megmondani, nem csak le, szögelem, és akkor van egy anasztáziakosom, amit gyűrűkből raktam össze. De éppen ennek a kezelhetősége miatt ez minden gyűrűbe be van létszett. Ez, hogy ilyen vastagból van, ilyen 5x5-ösökből van, ezeket szoktad szigetelni? Ezt nem. Ez elég neki. Tehát egy mai méhész ugye a 2,5 centis coros deszkából szokta építeni a kaptárját, és
ők leszokták azért szigetelni, főleg fölülről valamennyire, de egy ilyen 5 centis, ez kétszer olyan most, tehát ezt igazából felesleges már szigetelni. Annyit szoktam, hogyha vannak kívülről nagyon nagy rések, akkor azt egy kis sárral betapasztom össze, hogy ne fújjon be a szél. Mondjuk nem tud lefújni, mert belülről propolisszal ki van tömkül, tehát a kívülről is kicsit szigetelni. Ennyit szoktam csak itt ott megcsinálni, de ez az 5 centi, ez bőven elég neki. Még egy kérdés, hogyha kívülről jobban leszigeteled, akkor tényleg nem használnak kevesebb energiát a fűtésre? De, nyilván, de igazából azért van egy optimum, tehát hogy mondjam, szerintem túlságosan felesleges leszigetelni, mert ők hallottam olyan méhésztől, aki leviszi mondjuk a pincébe a gyengébb családjait. Úgyis átláthatjuk, de szerintem az megint nem egy természetes, mert még télen is előfordul, hogy kikívánkozik a méhecske. Vannak ilyen úgynevezett tisztuló repülései, amikor télen bejön egy januári plusz 5-10 fokos idő, elég nekik egy nap. És akkor kimennek, és akkor végre üríthetnek, mert benne a kaptárban ők akkor nem ürítenek, hanem akkor van, hogy egy hónapig nem ürítenek semmit, hanem csak ott vannak. Akkor olyankor néha kimegy, amelynek ki kell mennie WC-re, elvisz a dolgát odakint, és akkor aztán jön vissza. Úgyhogy én nem tartom annyira jó módszernek azt a pincézéssel, meg szerintem nagyon kátyolgatni se kell. Tehát akkor egy idő után már annyira függő lesz, meg a leggyengébb családok, amit mondtam, hogy akkor azok is megmaradnak. Tehát nem biztos, hogy nagyon kell kátyolgatni. Na, és akkor visszalépesz meg arra az egyre. Tehát ugye a méhecskéknek a mélegelő is nagyon fontos. Tehát ha már egy rendszerben gondolkodunk, akkor kicsit átmehetünk így a kert irányába, hogy eddig csak arról volt szó, hogy mit tudunk elvenni a méhcsaládtól. Ugye mondtuk a mézet, mondtuk a lépbet, vagy a méviaszt, amit föl is tudunk használni, akár gyertyát csinálni belőle, például már többször csináltunk. Mesélj? Krémek, kendőcsöphöz felhasználni. És akkor ott van még a propolisz, ami ugye gyógyszernek használható. Ezt hogy veszed el a propoliszt? Propoliszt azt úgy veszem el, hogy amikor fölnyitom fölülről, akkor ott a réseknél mindent ott van. És akkor azt egyszerűen a késsel lekapargászom. De van olyan módszer is, hogy direkt propolisz gyűjtésre rá késztetem őket, mondjuk egy ráccsal takarom le, és aztán arra rakom le a fedőt. Ott van annyi húzat, meg olyan szellőzés, hogy ők igyekeznek azt megszüntetni, és akkor a rács közötti hézagokat is megpróbálják propolisszal betönni, és akkor szinte az egész rács tele van propolisszal. Tehát arra is lehet őket késztetni, hogy propoliszt termeljenek tőle. A propolisz az ugye szerintem az egyik legjobb gyógyszer ilyen télen, ugye annak a főhasználása is kenőcsökbe is kapható, de tinktúrába, tehát alkoholos kivonatba is jó használható, ugye nem oldódik vízbe, tehát valamibe föl kell oldani. És hát mivel hogy a méhek is ugye ezt használják saját otthonaik fertőtlenítésére. Ez egy nagyon általános olyan szer, ami mindenféle kórokozót megöl a kaptáron belül. Nem engedi, hogy a gombák elszaporodjanak, a káros gombák elszaporodjanak, nem engedi, hogy a káros baktériumok. Tehát egy ilyen univerzális szer. És akkor Kriszta hozott is egy kis propolizos tinktúrát. Pálinka helyet is. Pálinkába is lehet várni. Mi abban adtuk? Pálinkába. Tehát egy jó tiszta pálinka, hogyha nem egy cukrozott pálinkából csinálja az ember a pálinkát, hanem tiszta gyümölcsből, akkor abban lehet csinálni. Nem annyira tudományos, tehát én igazából fölöntöttem, amennyi volt a propolisz. Ezt igen, tehát rá rétegezzük az alkoholt, vagy a pálinkát, és az... Igen, hetek alatt az kioldja, mert néha főránsz az ember, ha arra jár, és akkor az hetek alatt kioldja úgyis amennyit kell neki, vagy amennyit tud. És akkor így használhatod. Igen, sok minden lenne jó a propolisz. Akkor,
Most ugye a méhecskének még a csípése is gyógyító. Persze vannak akik érzékenyek rá, de bizonyos helyi területeknek a kezelésére, akár ízületi vagy izomfájdalom, tehát ilyen dolgokra használható a méhecske csípése. Persze azt szerintem a többség tudja, hogy a méhecske az csak egyszer csíp, legalábbis az emlős állatokban, a keményebb bőrű állatokban, meg így az emberben is beleszakad a fullánkja. Amikor egymással harcolnak, akkor nem, de így az ember beleszakad. Na és akkor hogyan tehetjük még a kertet otthonosabbá a méhecskének? Hát például azzal, hogy mindenféle olyan virágzó növényt ültetünk, amit szeretnek a méhecskék. Tehát nekik jó, hogyha folyamatosan tudnak gyűjteni. Persze ezt azért nehéz megvalósítani nagyban, mert igazából elég nagy területre van szükségük. Tehát mondjuk egy napraforgónál, vagy egy lucernánál, hogyha kivisz a méhészúra a méhcsaládokat, akkor is egy hektárra szokott ilyen 5-10 méhcsaládot számolni. Tehát ilyen mértékben nyilván mi nem tudunk otthon virágokat vetni a kertbe, de ennek nem is feltétlenül az a célja, hogy teljes mértékben ellássuk a méhecskéinket, hiszen azok eljárnak több kilométerre is, hanem hogy egyáltalán legyen valami kis lehetőségük ott is. Akár ilyen kis apró dolgokkal, hogy mondjuk nem használtunk föl minden retket, azok föl ugye virágot hoznak, még mielőtt fölmagzanának, és nagyon szeretik mondjuk a mustárt. Vagy a retket, de a mustárt is. Tehát a retek, mustár, akkor van ez a facélia, a mézontofi, az kifejezetten zöldrágyának szokták használni a biokertben, ugye úgy, hogy elvetik, az aránynak gyorsan fölnő, egy 6-7, igen, 6-7, tehát a vetés után 6 héten már virágzik a mézontófű, és 3 héten keresztül tényleg sok nektárt termel, mert bőven ontja a nektárját, és akkor nem muszáj megvárni, hogy magot hozzon, hanem mikor elvirágzott, akkor behozható a földbe, vagy lekaszálható, és múcsnak használható, tehát egy remek kiegészítést jelent a biokertésztelésben. Vannak ilyen növények, vagy akár a mustár az ugyanez, tehát a mustárt is szokták ugye zöldrágya növénynek vetni, egészen mérő fölhozza a tápanyagokat a földből. Szintén, hogyha elvirágzott, nem muszáj megvárni, hogy magot hozzon, lekaszálja az ember. De ha magot hoz, akkor az sem mond, akkor lesz egy kis mustármagi otthon. Úgyhogy meg lehet tervezni úgy a kertet, hogy mindig legyenek virágos növények a méhek számára, nem csak ilyen egynyáriak, hanem évelők is, sőt bokrok is. Tehát én majdnem azt mondom, hogy a nyári aszályos időszakban még jobbak ezek a fás számú növények, mint a bokrok, fák, amik nyáron virágoznak, ugyanis az egynyári növények, hogyha későn lesznek vetve, tehát hiába időzítjük úgy mondjuk a mézontófüvet, hogy júliusban már nincs hordás, akkor elvetem június elején, hogy majd július közepén virágozzon, nem fog virágozni, hanem kapcsoljuk, mert egyszerűen a nagy aszályba, meg ha virágzik is, nem hoz nektár, tehát nem érni fel a cél. Most egy nagy fa viszont, ami már termetes, az még nyáron is lentről a mélyből tud annyi vizet fölhozni, hogy virágozzon. Hát milyen ilyen fák vannak? Mostanában méhészek körében terjed az evódia, ez a mézesfának hívják, ez egy ázsiai fafaj, és pont a nyár közepén virágzik, mikor már semmi hordás nincs, tehát júliusban, tehát olyankor már nem hogy az akásznak, de a vegyes virágméznek, a hásnak vége van. Az egy nagyon jó kis fa, illetve a japán akácot is szeretik, az már egy kicsit elterjedtebb, ismertebb fa, arról is szoktak nyáron hordani a méhek. Tehát néhány ilyen fát a kert sarkában, de ha nem is a kertben, hanem a környéken, az árok szélen, vagy bárhol ültetünk pár ilyen fát, már onnan is tudnak oldani. Ilyen kezdel is sokat segíteni. Jó. Szerintem így a hordásról ennyit. És akkor itt már nincs is több kép, hanem akkor majd ha gondoljátok, átmegyünk még a másik mappába, de én azt mondanám, hogy ugye az előadás nagyobbik része az ez volt,
kérdéseket nyugodtan tegyetek föl, illetve van még egy másik része, hogyha gondoljátok kicsit részletesebben, nem tudom mutatni, hogy hogyan fogunk be egy rajt, vagy... Betegség. Jó, tényleg, igen, jó, hogy mondod, a betegséget tudom akartam még. Ez egy kulcsfontosságú téma, mielőtt tovább lépnénk. Ugyanis a méheknek sajnos elég sok betegsége van, ami önmagában a természetes méhtartásnál nem lenne probléma. Ugyanis itt mi pont úgy próbáljuk meg tartani a méheket, hogy azok erős immunrendszerrel, jól tápláltan, tehát úgy éljenek, mint a természetben, és hogyha megfelelően erős a család, akkor nem támadják meg a betegséget. Én lekopogom, hát 2011 óta méhészkedek, tehát most 5. éve, de nekem nem volt semmilyen betegségem, semmi gondom, bízom benne, hogy nem is lesz. Úgyhogy általában, hogyha megfelelő módon természetesen tartja az ember a méheket, akkor szerintem nem nagyon lesz gond. Végeztek, de azért elmondom, hogy van egy pár veszélyes méhbetegség. Van olyan veszélyes méhbetegség is, amikor ki kell az egész állományt nyitani, és el kell égetni a kaptárakat is. Ilyen például a nyúlós költésotthadás, az amerikai nyúlós költésotthadás, tehát ez Amerikából származik, nem egy hazai betegségfaj. Van az európai változata, de az egy fokkal enyhébb. És hogy kerültek, hogy ápolták? Hát sajnos a méhészetben is ugyanúgy elterjedtek ezek, hogy viszik hozzánk, viszik a családokat, eladják, akkor próbáljunk ki ilyen fajtát, olyan fajtát, amolyan fajtát, mert hát méhekből is sok fajta van, tehát minden tájegységnek, vagy országnak, vagy nagyobb területnek megvan szinte a maga fajtája. Nálunk a legelterjedtebb az ilyen színezetű, meg kinézetű, ez az úgynevezett krajnai méh. Hát ez nem csak a Kárpát-medencében, hanem egy kicsit úgy Horvátország felé, meg Kárpát-medence környékén is elterjedt a krajnai méh, de nálunk ez a leggyakoribb. Van egy másik típus, ami egy régebbi, az ennél sötétebb, feketés színű méh, de azt nem nagyon tartják, illetve ami még mostanában elterjedt, az az úgynevezett olasz méh. Hasonlít ehhez, egy narancsosabb ágyalatú, főleg a potroha, de az újabb betelepülő, nem magát ott, hanem a méhészek hozták be a nagyobb profit érdekében. Mert ugyanis ezek egy kicsit máshogy viselkednek. Ugye az olasz méh a mediterráneumban ahhoz szokott hozzá, hogy nincsenek olyan intenzív, nagy hordási időszakok, mint nálunk, hogy hirtelen bejönnek. Ásfa virágzás, vagy egy akác virágzás, mondjuk az éppen nem ösvonos, de teljesen mindegy. Szóval azért a Kárpát-medence klímájára az jellemző, hogy sokszor intenzív nagyhordást igényel a méhektől, hogy sok mézet gyűjtsenek. Ott Olaszországban inkább az van, hogy ugye szárazabb időszak, a mediterráneumban folyamatosan vannak ilyen kisebb mennyiségű virágok, tehát azok folyamatosan mordanak. És akkor ezt próbálták kihasználni a magyar méhészek, hogy hozzuk ide az olasz méhet, és akkor itt majd folyamatosan gyűjt, és akkor mennyi mézet fogunk majd tudni kipörgetni. Tehát ilyen dolgokra vezethetők ezek vissza. És akkor ez nem csak Európában, hanem a kontinensek között már megy a méheknek a csereberéje, árusítása. És akkor ez azt hozta magával, hogy ugye egy csomó betegség elindult. Olyan betegségek, amik arra a területre, régióra, vagy akár kontinensre nem voltak jellemzőek, mondjuk például ez az amerikai költésotthadás. Na most ezt tudni kell, hogy ha megjelenik egy betegség, egy új betegség egy természetes populációban, akkor elsőre nagy pusztítást végez. De aztán mindig vannak túlélők, és egy idő után beáll egy egyensúly, tehát képesek egy idő után együtt élni a túlélők azzal a betegséggel. Éppen ezért mondjuk az európai költésotthadás az még mindig létező betegség, de hogyha erős a méh család, akkor nem is nagyon jelentkezik, vagy ha gyengébb, akkor is általában ki tud belőle gyógyulni valamilyen szinten, vagy csak nem nagyon legyengítette. De az amerikainál nincs ilyen. Na minden esetre, szóval vannak ilyen betegségek, amikre kell figyelni, mert ez elméletileg kötelező is. Meg van mondjuk ez a hasmenés, amit már említettem, az a nozéma. De én azt vallom, hogyha az ember a természetes módon tartja a méheket, akkor ez szinte teljesen elkerülhető.
Viszont egyetlen egy dolog van, ami nem kerülhető el, ez pedig az atka. Van egy olyan atka, ami szintén egy behurcolt élősködője a méheknek. Úgy hívják, hogy varroa atka. Ez Ázsiából származik. Tehát az ázsiai méh, az már nagyon jól együtt él volna ezzel az atkával, nem is nagyon tud bennet kárt tenni. Ugyanúgy együtt él vele, mint a kutya a bolhával. Tehát ugye egy kutya is, amíg egészséges, addig a bolhák nem nagyon tudnak benne kárt okozni. Mindig van néhány, de nem jelent problémát. Az a kutya szokott nagyon elbolhásodni, amely valamilyen egészségügyi problémája. Méheknél is ez a helyzet, tehát az ázsiai méhek azok már nagyon jól együtt élnek az atkákkal, viszont a mi európai méheink ehhez nincsenek hozzászokva, és ez néhány évtizede, azt hiszem a 70-es évek második felében jelent meg Magyarországon először, ugye szintén ilyen behurcolás által, és pár év alatt az egész országot elborította. Most képzeljétek el egy akkora élősködőt, ami szabad szemmel is jól látható, tehát nem tűnik nagynak, de azt mondom, hogy 1-2 milliméteres, azért egy méheskéhez viszonyítva az már nagy. Ez körülbelül olyan, mintha rajtunk mondjuk egy ekkora kis állatka szaladgálna és szívná a mi vérünket. Tehát azért elég nagy hatással van a méhekre. Úgyhogy ez most jelenleg a méhészet egyik legnagyobb problémája itt a hazánkban, hogy ezt az atka kérdést kezelje. Sajnos a konvencionális méhészetnek erre mindig az a válasza, hogy használjuk vegyszereket. És milyen vegyszereket? Paradox módon rovarirtószereket használunk egy rovar ellen, ami ugye méhecske. Tehát mindig meg kell találni azt a szert, ami még éppen nem pusztítja a méhecskét, de az atkát már még éppen elpusztítja. Ráadásul itt egy folyamatos verseny van, mert minél durvább szereket használnak, és minél jobban elterjed egy szer, annál inkább alkalmazkodik az atka is hozzá, és egy idő után már hatástalan lesz rá. És akkor jönnek az újabb szerek. Tehát gyakorlatilag ugyanaz történik, mint a nagyüzemi állattartásnál bárhol, legyen az szarvasmarha, vagy akár a nagyüzemi mezőgazdaságot is mondhatnám ebben az esetben is. Tehát nagyon nehéz dolgunk van nekünk ezzel természetes méhészeknek, mert ha egyáltalán nem kezeljük az atka ellen a mircsaládokat, akkor a nagy része elég hamar elpusztul. Van, amelyik már az első évet sem éli túl, amelyik túléli, az lehet, hogy 2-3 évet még el van, de aztán pusztítja az atka. Nem csak azért, mert szív, hanem vírusos betegségeket terjeszt. Tehát például lehet, hogy hallottatok már többen erről a kaptár elhagyásról, hogy hirtelen eltűnnek a méhek a kaptárakból, és nem tudják, hogy hova. Ez két okra vezethető vissza. Az egyik a neonikotinoidok, ugye elterjedt vegyszerek a mezőgazdaságban. Ezek teljesen megbénítják a méhecskének a tájékozódó képességét, és egyszerűen nem talál vissza. A másik, amit nemrég fedeztek föl, az pedig egy vírus. Ez az atka terjeszti, és szárnybénulást okoz. És gyakorlatilag ugye kirepülnek gyűjteni, és nem tudnak visszajönni. Ugyanaz lesz az eredménye, hogy egyben kevesebb a méheske. Végén vagy annyira gyenge lesz a család, hogy már nem tudja magát megvédeni egy másik méh családtól, mert bizony, amikor nincs hordás augusztusban, akkor június-augusztusban, szeptemberben ez is előfordul, hogy egymást lerabolják a méhecskét. Akkor amelyik olyan gyenge, hogy nem bírja magát levédeni, akkor vagy megvédeni, az erősebb elhordja az összes mézét, meg még lehet, hogy le is öli azt a néhány méhecskét, ami ott van. Tehát azért megy a harc a méhecskék között is. De egy normális, egészséges méh család az meg tudja magát védeni. Ha viszont a betegségektől ennyire legyengül, akkor már ki van téve ennek a veszélynek is. És te hogy védekezel az atkát? Na és akkor igazából megvannak ennek a biomódszerei. Csak mielőtt elmondom ezeket, azelőtt még annyit azért hozzátennék, hogy el kell gondolkodni a méhészeknek, hogy hosszú távon hogy akarják ezt a problémát megoldani. Mert az nem megoldás, hogy egyre újabb és újabb szereket vetünk be, ráadásul az atka egyre agresszívebb lesz. Ugyanis hogyan viselkedik egy parazita a természetben? Ugyanúgy, ahogy a betegségnél már említettem, tehát hogyha megjelenik valahol egy populációban, egy állományban egy új élősködő, akkor az hirtelen nagy pusztítást végez, de mindig lesznek túlélők,
és ezek a túlélők lassan egyensúlyba kerülnek az éves közönben. Ugyanis az apkának sem az az érdeke hosszú távon, hogy kiírtsa a mély családot, hanem neki valamilyen egyensúlyt kéne kialakítania. Most ez természetes módon ki is alakulna, csak ugye hát Magyarországon a mézelőmény nem nagyon él már természetes körülmények között, illetve hát ha él, elharagolható mértékben a tartott, gazdaságilag tartott mélyekhez képest. Amerikában csináltak egy ilyen vizsgálatot, ott se volt ugye őshonos az apka, és egy rosszász vizsgált természetes módon a méheket egy nagy területen. Jó pár, nem is tudom hány családot, 50-100 családot vizsgált talán ilyen körülmények között. És egyszer csak megjelent az apka, és azt tapasztalta, hogy néhány év alatt az 5%-ára esett vissza az ottani mély állomány, tehát nagyon drasztikusan megviselte őket. Viszont érdekes módon a maradék mély családok aztán pár év alatt újra elkezdtek szaporodni, és néhány év után ugye a legjobb helyeket tudták benépesíteni, szép lassan visszanépesítették újra a korábbi területeket, és kialakult egy egyensúly. Tehát az apka onnantól kezdve már képes volt együtt élni a méhekkel. Azt mondják állítólag, hogy szinte nem is annyira a méhecskének, hanem inkább az apkának kell alkalmazkodni a méhecskéhez, hogy együtt tudjon élni vele. De ezt leginkább mutációval tesz egyébként. Na most, hogy hogy valósulhatna ez meg itt? Hát úgy valósulhatna meg, hogy akkor mi is hagyjuk az apkát elszaporodni, és akkor talán nem kellene újabb és újabb egyszert bevetni, és akkor kialakulna egy ilyen egyensúly, mert ugyanis az újabb és újabb egyszerek hatására ez az apka nem, hogy méhekhez idomulna, hanem egyre durvább módon reagál, tehát egyre nagyobb lesz a szakadék a méhecskéhez apka között. Csak hát ez egy nagy csapda. Hát nincs az a méhész, aki ugye ezt fölvállalná, hogy azt mondja, hogy hát akkor a mély családjainak az 5%-a fog csak megmaradni, és onnantól kezdve viszont nem kell kezelnem. Ráadásul ez nem elég, ha egy méhész mondja, hanem ugye egy adott régióban az összes méhésznek úgy kell cselekedni, mert az összes többi nélkülönben megmarad az apka. Ennek ellenére én hosszú távú megoldásnak csak ezt a valamilyen szintű szelekciót tartom. Tehát én megpróbálok otthon úgy válogatni a mély családjaim között, hogy megpróbálom mindig az erősebbeket, akik az apkáknak kicsit jobban ellenállnak, azokat tovább szaporítani, és bízom benne, hogy egy hosszabb idő után kialakul majd egy olyan állomány, ami viszonylag ellenálló. És akkor visszatérek arra a kérdésedre, hogy mit is lehet tenni az apkák ellen, hogyha nem akarjuk magukra hagyni a méheket. Hát vannak bioméhészek is Magyarországon, és a bioméhészetben alkalmazható módszerek. Ezek közül a leghatékonyabbak a szerves savak. Ugye ezek azért szerves savak, mert ezek a természetben is előfordulnak. Ilyen az oxálsav, ez szerintem, hogyha a sóskát ettetek már egy nyersen, akkor ismeritek az ízét, attól olyan a sóska, amilyen. Az oxálsav egyébként a mézben is benne van természetes módon. Ilyen a tejsav, a hagyasav, talán ezt a háromat szokták leggyakrabban használni. Ugye ez úgy működik, hogy a méhecskék valamelyest hozzá vannak ezekhez a savakhoz szokva, mert benne van, mondom, a mézben is, viszont az apka megbírja. Meg kell találni azt a koncentrációt tehát, amit a méhecske még elvisel, de az apka már nem. És akkor erre megvannak a megfelelő receptek, hogy milyen arányban, hogy kell higítani, hogy kell rápermetezni, vagy milyen módon kell kijuttatni, de megvannak ezek a módszerek. Én ezeket szoktam leggyakrabban használni. Ezeknek egy hátránya van, hogy fiasításos időszakban, legalábbis a fiasításra nem hatnak. Tehát ugye az le van fedve, oda nem jut be ez az oxálsav. Tehát ezt meg kell várni, hogy az a mély család ősszel fiasításmentes állapotba kerüljön. Ezt leggyakrabban októberre szokott bekövetkezni, tehát inkább így novemberben szokták ezeket a szerves savakat használni, de lehet ezeket hamarabb is, csak akkor vigyázni kell mondjuk, hogy oxálsavat egy évben sokszor nem használni az embernek, az már árt nekik, hanem akkor inkább váltogatni. Tehát megvannak
ezeknek a pontos módszerei, hogy ezeket hogy kell használni. Akkor vannak illóolajok, ilyen például a kakukkfű illóolaj, a thymus illóolaj, illetve az eukaliptusz illóolaj, tehát ezeknek a keverékeit is ki lehet alakítani. És ezek az illóolajok, ezek nem ölik meg az atkát a szerves csomagokkal ellentétben, hanem becsapják őket. Ugyanis az atka az szaglás alapján tájékozott, úgy jut el oda azokhoz a bizonyos fejlődési stádiumban lévő lárvákhoz, amikben aztán neki szaporodnia kell, hogy a szaglás alapján. Illóolajok azok teljesen megtévesztik a szaglását, és akkor gyakorlatilag azt érjük el, hogy a szaporodását az alatt, az időszak alatt meggátoljuk, amit illóolajat használunk. Illetve ami a biomészek körében még valamennyire elterjedt, az a porcukrozás. Tehát a porcukor, hogyha megfelelő módon bejuttatjuk, akkor ugye az egy szinte egy porfelhőt alakít ki, akkor egy pár másodpercig abban a kaptárban. Ráünnepszik a méhekre, a méhek azoknak ez nem gond, mert egymást le tudják tisztogatni szépen, viszont az atka az nem bír megkapaszkodni, és egyszerűen lepotyog az összes. Tehát ez egy egyszeri, gyors kezelés, nyilván a fiasításra ez sem hat, de hogyha ezt többször megismétli az ember, akkor az atkák számát csökkentheti. Tehát én azt hiszem, hogy a legjobb módszer, hogyha egy kicsit kombináljuk ezeket, illetve folyamatosan figyeljük az atkák számát. Én nekem olyan kaptáraim vannak, például ennek is olyan, ennek a ratodokasnak olyan ajzata, hogy rácsos. Csak télen szoktam lefedni, amúgy tavasztól őszig nyitott alulról, rácsos, és egyszerűen be tudok rakni egy fehér lapot, és a fehér lapra spontán ráhulló atkák számából tudok következtetni az adott családnak az atka fertőzöttségére. Vannak a bizonyos táblázatok, amik alapján ki lehet ezt keresni, hogy melyik hónapban napi vagy heti hány atka milyen fertőzöttséget jelent. És igazából akkor tud az ember jól odafigyelni, hogyha tisztában van ezzel, hogy most mennyire fertőzött a méhcsalád, és ha azt látja, hogy valamelyik méhcsalád nagyon fertőzött, de meg akarja menteni, akkor adott esetben ilyen alternatív módszerekkel is közbe tud avatkozni. De alap esetben én csak ezt az oxálsavas kezelést szoktam alkalmazni, nekem az elég jól bevált, kiasítás utáni időszakban, tehát egy őszi időszakban, és olyankor gyakorlatilag szinte az összes atka lehúzni. És a másik, amit mondtam, hogy megpróbálom folyamatosan azzal, hogy számolom az atkákat, megpróbálom nyomon követni, hogy mely családnál hogy szaporodnak. És inkább azokat a családokat szaporítom, amelyek természetes módon ellen tudnak állni az atkának. Ráadásul ugye, amelyek nem tud ellenállni, az sokkal nagyobb esélye fog a télnek áldozatul esni, vagy egy rablásnak, amit mondtam, vagy megjelenik ez a vigyulási betegsége. Tehát én azt mondom, hogy ezekkel a módszerekkel azért arának. És nincs olyan feromon csapda, nem létezik olyan, mert azért sok kártevő ellen van már feromon csapda. Igen, hát nem tudom, hogy atka ellen eddig én nem találtak még ki. Én nem hallottam még róla. Tehát szerintem, ha lenne, akkor a biomészek körében már elterjedt lenne. Valamiért nincsen. Nem tudom, hogy ugye, vannak egyébként még módszerek, például az egyik módszer az, hogy az atkának a herefriesításba menni, éppen azért, mert az pár nappal hosszabban fejlődik, mint a dolgozók, és keresik az ilyen helyeket. Tehát, hogyha van herefriesítás, akkor szinte biztos, hogy abba gyűlik össze az atkának nagy része, és akkor szoktak ilyet csinálni a méhészek, hogy bizonyos időszakonként a herefriesítást kivágják. És akkor ezzel az atkák nagy részét eltávolítják. Persze ez egy aránylag brutális megoldás, de ugyanakkor hatásos. Tehát, hogyha az ember mondjuk azt látja, hogy egy családnál kritikus már az atka helyzet, akkor ilyeneket is be kell vetni, hogyha meg akarja vetni ezt a családot. Úgyhogy vannak ilyen módszerek is. Van egy másik, egy ökológikusabb módszer, ami mostanában kezd elterjedni, főleg Nyugat-Európában. Ez az úgynevezett ökopadló, amikor egy olyan padlót erősítenek az ajdeszka helyére, ami gyakorlatilag egy természetes podú ajzatot próbál meg utánozni.
Ugye mi van egy természetes odúnak az aljában? Mindenféle ilyen törmelék, fa, fától kezdve levelek, olyan közeg alakul ki, ami már szinte egy komposzthoz hasonlítható, és az egy élő közeg. Ez tele van ragadozó atkákkal, akkor mindenféle egyéb rovarokkal, ilyen kis ütyűrökkel, amit szabad szemmel szinte nem is lehet látni. És az egy élet, az egy külön életközösség. Hogyha az ember egy ilyen életközösséghez hasonlót próbál meg alul létrehozni, akkor az oda lehulló atkák nem fognak tudni jó esélye visszamászni, hanem azok ott az ottani ragadozók áldozatai már esnek. Tehát ilyenekkel is lehet próbálkozni. Hát én azt hiszem, hogy több módszert ki kell próbálni, és egyszerre többet is futtatni, és aztán mindenki eldönti, hogy milyen módon mennyire akar beavatkozni. Ugye láthattunk itt olyan kaptár kastípusokat, amelyek nem kezelhető. Elsősorban az Anasztázia has ilyen, de mondjuk a rönkodók is, mert ezeket legalábbis biomódszeren. Ugye ezeket fölülről szokták bejutatni, most oda nem lehet fölülről bejutatni, ott esetleg valami párologtatásos módszer jönött szóba. Arra is van megoldás, még az oxásabbnál is, de az eléggé drága műszere. Tehát nem biztos, hogy ennyit megér. Főleg, hogyha az ember csak néhány családban foglalkozik, tehát nem arra van szó, hogy most 500 családban. Úgyhogy, hát ezt mérlegelni kell, meg én azt tudom mondani, hogy aki ezzel foglalkozni akar, az számolja, vagy kísérletezzen is azt mondja, hogy magára hagyom, de akkor számolni kell azzal jó eséllyel. Nem mondom azt, hogy biztosan, de azért elég nagy eséllyel többre fog menni egy pár év után. Úgyhogy ezeket így. U13-as lánygyermekbajnokság soron következő fordulójában a Kistegi Kézilabda Klub hazai környezetben a helyi sportcsarnokban fogadta a csoportot vezető Szeged Kiskundorozsma kézilabda SL csapatát. Következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg.
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
kiállításunkat március 18-án, pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételén keletkezünk. Kedvedásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntekedásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!